kevesebb a bűncselekmény. Egy év alatt 20%-kal kevesebb esetet regisztrált a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság. Kötelező védőoltás, szeptembertől térítésmentessé és kötelezővé válik a gyermekeknek a bárányhimlő elleni vakcina. Fontos a jó napszemüveg, megfelelő UV-szűrő nélkül fennáll a veszélye a makula degeneráció vagy a szürkehályok kialakulásának. Mintegy 20%-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma 2018-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Kevesebb volt a lopás és a közterületi bűncselekmények száma is, ami főképp kiemelkedő eredmény, hogy a nyomozási eredményesség is javult nagy mértékben. Egy negatív statisztikája van még a szervezetnek, országos és helyi szinten is nőtt a személyi sérüléssel járó balesetek száma. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közbiztonságának helyzetéről és a megye érdekében tett intézkedésekről Farkas József főkapitány számolt be a legutóbbi közgyűlésen. Ebből kiderült, hogy a regisztrált bűncselekmények száma 8854-re csökkent a tavalyi évben. De jó eredményekkel zárt a megye a közterületeken elkövetett jogsértések esetében is. Itt 7,7%-os volt a javulás mértéke. Az adat azért is fontos, mert a lakosság szubjektív biztonságérzetét ez befolyásolja a leginkább. 2017-hez képest 2018-ban közel 20%-os csökkenés van. Ez az országos adatoktól is nagyobb. Országosan mintegy 18,1%-kal csökkentek a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma. A megyénkben ez a dinamika még nagyobb volt és kedvező. Ha megnézzük a 2012-es kiugró adatokat, akkor jól látható, hogy megfeleződött, illetve több mint felére csökkent ezeknek az eljárásoknak a száma. Ami kellő alapot adhat arra, hogy több idő juthat a felderítésre, a minőségi munkavégzésre. És ez az a pont, ahol elmondtam, a munkatársaim túl tudnak látni a rendőrőrsökön, a rendőrkapitányokon, hiszen nagyon sok esetben akár országos koordinációval, vagy a szomszédos megyékkel közösen sikerült elkövetőket elfogni. A felderítési eredményesség és a nyomozati eredményességben is egy pozitív elmozdulás van. A felderítési eredményesség gyakorlatilag 1,7%-kal magasabb az országos átlagnál, míg a nyomozati eredményességnél mintegy 7-7,5%-kal magasabb szintet tudtunk elérni. A hétköznapok során a rendőrség feladatainak jelentős részét a lopás bűncselekménnyel kapcsolatos munka jelenti. Itt is javulást hozott a 2018-as év, több mint 22%-kal kevesebb volt a regisztrált esetek száma, a nyomozási eredményesség pedig valamivel 44% fölött van. Utóbbi mutató például a rablások tekintetében 84%-os, garázdaság esetében pedig 95%-os eredményességgel nyomoztak a rendőrök. Ezek rendkívül jó eredménynek számítanak. A rendőrség egy negatív statisztikáról számolt be. Országos és helyi szinten is nőtt a személyi sérüléssel járó balesetek száma. A szervezet több tízezer ellenőrzést is beiktatott a sofőrök ellenőrzésére. Ennek ellenére is az országos átlag felett volt az ittas vezetők aránya. A rendőrség átlagosan 15-20 perc alatt ér ki a helyszínekre. Munkájukat nagy mértékben segítette tavaly is a polgárőrség. Az örvendetes mindenképpen, hogy kevesebben haltak meg a megye útjain, ha jól emlékszem 24-en az előző évi 26-hoz képest, de ezt pontosan szoktam mondani, 24-jel több a kelleténél, azonban mind a súlyos, mind a könnyű kimenetelű baleseteknél van egy jelentősebb növekedés, sőt az országos átlagot meghaladó növekedés. Annak ellenére, hogy kint vagyunk az utakon, a felső kép egy halálos balesetet szimulál éppenséggel, egy valós helyzet. Annak ellenére, hogy kint vagyunk az utakon, sajnos még mindig jellemző az ittas állapotban okozott balesetek száma. Míg 2017-ben több mint 117 000-120 000 ittasság ellenőrzést végeztünk, addig 18-ban már 163 ezer fölé emelkedett ez a szám, de szeretném leszögezni, ezt nem kívánjuk az egekben meg a végtelenség növelni, hiszen a megye útjain nagyon gyakran lehet találkozni úgynevezett finn módszeres ellenőrzéssel, ahol tulajdonképpen szinte mindenkit ellenőrzés alá vannak. Ennek ellenére szomorú, de tény, hogy a megyében az ittasan okozott balesetek száma jóval meghaladja az országos átlagot. Talán köszönhető a szabolcsi jófajta pálinkának is, de ebben teljes egészében zéró tolerancián vannak a munkatársak, és nyilvánvalóan a szabálysértési eljárásban vagy a büntető eljárásban az arra illetékesek, én azt gondolom, hogy szigorú szankciókkal szoktak dönteni, illetve ez várható a jövőben is.
Farkas József a határátkelő helyek személy- és járműforgalmáról is beszámolt a közgyűlésen. A személyi forgalom több mint 9, az autóforgalom pedig több mint 5%-kal emelkedett. A legnagyobb létszámban a Csengersimai és a Záhonyi átkelőhelyeket érinti a forgalom növekedés. Az okmányok ellenőrzése mellett a lopott járművek felderítésére is nagy hangsúlyt fektetnek. 2018-ban megyénk határszakaszán tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértés 115 esetben történt. Ez a 2017-es adatokhoz képest 5%-os csökkenést mutat. Kötelezővé, így tehát ingyenessé is válik a bárányhimlő elleni védőoltás szeptembertől. A gyerekek 2 vakcinát kapnak majd a teljes védelemhez, körülbelül 1-1,5 éves korban. Magyarországon megközelítőleg 98%-os az átoltottság. Ennek is köszönhető, hogy más országokkal ellentétben hazánkban nem alakulhat ki kanyaró járvány. A hazai kötelező védőoltási rendszer az egyik legjobb világszerte is. Az elmúlt években volt, hogy rekordot is döntött a bárányhimlős megbetegedések száma. Éves szinten közel 40 ezer jelentés érkezik a megbetegedésekről, de a valós adat ennek akár a duplája is lehet. A fertőzés klasszikus szezonja a tél és a tavasz. Ez a cseppfertőzéssel terjedő betegség az egyik leggyakoribb a gyermekek között. A bárányhimlő a herpes csoportba tartozó vírus. Átlagos lappangási ideje 11 és 21 nap között van. Hólyagos kiütésekkel, az első héten pedig lázas panaszokkal jelentkezik. A legtöbb gyereknél viszont napokkal előtte már fejfájás, szédülés és rossz közérzet jelzi a fertőzést. A megbetegedettek közel 80%-a 15 év alatti gyermek, ám világszerte tapasztalható, hogy az elmúlt 20 évben a betegség kitolódott a serdülőkor felé, és ezzel párhuzamosan nőtt a komplikáltabb, kórházi ellátásra szoruló esetek száma. Az egészségügyért felelős államtitkár múlt héten bejelentette, hogy szeptembertől a kötelező védőoltások közé tartozik majd a bárányhimlő elleni vakcina is. Egy olyan fertőző betegségről van szó, amely nagyon nagy tömegeket érint, és egyáltalán nem egy jóindulatú fertőző betegség. Csak annyit mondhatnék, hogy a bejelentésre kötelezett betegségekből, ami kötelező az orvosoknak a komolyabb megbetegedéseket bejelenteni, a tiszti orvosi szolgálatnak, annak több mint a felét a bárányhimlős betegek adják. Nos, most, hogyha eljön az az idő, amikor ősztől, amikor védőoltásba részesülnek a kicsi gyerekek, akkor ez a betegség feltehetően teljesen visszaszorul, akár el is tűnhet, hogyha ez 100%-os védőoltás lesz, amiben nagyon reménykedünk. A védettség kialakulásához 2 oltásra van szükség. Ezek élő, de nagyon legyengített kórokozókat tartalmaznak, ezért majd csak 1-1,5 éves korban kapják meg a gyermekek az elsőt. A 2 vakcina beadása általában 4-6 hét különbséggel történik. A betegség elleni védőoltás több mint 20 éve elérhető hazánkban, eddig azonban 20 ezer forintnál is többe került a szülőknek. Mivel ez ingyenes oltás, tehát a kötelező oltások keretébe történik, ezért ezt az állam teljes mértékben fedezi, a beoltásért nem kell fizetni, a szubkután adjuk, a bőr alá adjuk ezt a vakcinát, és gyakorlatilag csak annyi a teendője a kedves szülőnek, hogy a védőnő, ha kiértesíti őt, hogy jöjjön fel védőoltásra, akkor időben, meghatározott időben, egy tanácsadás keretében eljön és beadjuk. A bárányhimlőnek, mint vírusfertőzésnek lehet olyan komoly egész szervezetre kiterjedő hatása, mint például a tüdő vagy agyhártyagyulladás, de akár halálos kimenetelű is lehet a betegség, ezért is értékelik pozitív hírként a gyermekorvosok, hogy kötelező lesz a betegség elleni védőoltás szeptembertől, tette hozzá dr. Újhelyi János. A gyermekorvos azt is kiemelte, a magyar oltási rendszer az egyik legjobb a világon. 98%-os átoltottsággal szinte magyarországi az egyik legjobb eredmény világszerte. Ennek is köszönhető például, hogy amíg más országokban elterjedhet a kanyaró, nálunk a nyáj immunitásnak köszönhetően nem alakulhat ki járvány. Ez azt jelenti, hogy ha egy közösségben elegendő számú ember kap védőoltást, akkor az adott betegség nem terjedhet el.
A hazai lakosság mintegy fele hord napszemüveget, még kevesebben a megfelelő UV-szűrővel rendelkezőt. Sokan nem a minőség, hanem a forma és szín alapján választanak napszemüveget, amivel többet ártanak a szemnek, mint amennyit használnak. Így az évek során akár szürke hályog is kialakulhat. A napszemüveget nem csak divatos kiegészítőként kell viselni, fontos, hogy valóban óvja a szemet a káros napsugaraktól. Éles fényben ösztönös reakció a hunyorgás, ilyenkor a szempillák segítenek megszűrni ezeket az UV-sugarakat. Napszemüveg viselésekor a szem árnyékba kerül, az írisz kitágul, hogy kompenzálja a napszemüveg okozta sötétséget, ezért ha az nincs megfelelő UV-szűrő réteggel ellátva, több káros sugár jut a szembe, mint napszemüveg viselése nélkül. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően ma már a dioptriás korrekcióra szoruló szemüveget viselők is hordhatnak napszemüveget. A kontaktlencsén túl más megoldások is léteznek. Az egyik az, hogy dioptriásan készítjük el magát a napszemüveget, amit kiválaszt, amennyiben ez a kerete arra alkalmas, illetve egy-két éve újdonságként jelentek meg az úgynevezett polarizált előtéttel ellátott szemüveg keretek, amelyek pont úgy néznek ki, mint egy napszemüveg, csak elő van egy előtét, ami a polárszűrővel rendelkezik, tehát napszemüveghatású, és mögé kerül a dioptriás lencse. A napszemüveg akkor dioptriázható, ha nem túlíves. A dioptriás lencséknek van egy adott úgynevezett bázis görbülete, aminek alkalmazkodnia kell a szemüveg keretéhez. Ha ez a keret túl nagy ívvel rendelkezik, nem lehet beletenni a lencsét. Ezzel a problémával a kerékpározók is gyakran találkozhatnak, de létezik erre is megoldás. Nem a kerethez rögzítik ilyenkor a lencsét, hanem egy plusz betéthez. Ez a speciális napszemüveg akár a 100 000 forintot is elérheti. Megfelelő minőségű, hétköznapi viselésre alkalmas napszemüveget 10-20 ezer forint körül már lehet kapni, de mindenképpen érdemes vásárok és piacok helyett optikában megvásárolni ezeket. Az itt lévő szemüvegeknél mindegyik rendelkezik minőségi tanúsítvánnyal, tehát biztos, hogy nincs zsákbamacska. És itt a különböző lencse kategóriákat lehet kipróbálni, és nagyon kevesen figyelik ezt még, vagy tudatosan keresik így a napszemüveget, hogy nem mindegy például, hogy milyen szűrőképességű napszemüveget használ, nem mindegy, hogy milyen színű lencsével választja ki, mert van, akinek a barna lencse a kényelmesebb a szemüvegnek, másnak a szürkészöld, harmadiknak meg megint más színű. Optikában van rá lehetőség, hogy kipróbálják, és azt is, hogy mire képes maga a lencse, a napszemüveg lencse. Tehát mi azt javasoljuk, hogyha az ember gyógyszert patikából vesz, akkor szemeget meg optikából válasszon, mert akkor biztos, hogy maradéktalan jó minőségét fog kapni. Ellenkező esetben azonban fennáll a veszélye az olyan betegségek kialakulásának, mint a makula degeneráció vagy a szürke hályog. Ráadásul ezek tüneteit sokáig nem is lehet észrevenni. Május 8-a a Nemzetközi Vörös Kereszt napja. A Szabolcs megyei szervezet idén ezt egy héttel korábban elsősegélynyújtó, valamint csecsemő és kisgyermekgondozási versennyel ünnepelte. Egy svájci üzletember még 1863-ban hozta létre a Nemzetközi Vörös Keresztet. Ehhez a mozgalomhoz Magyarország 1881-ben csatlakozott. A karitatív szervezet a véradás mellett adománygyűjtéssel is foglalkozik, de segítik a rászorulókat és a nőket is támogatják az élet számos területén. Ezt a táblát 2015-ben kapta a Tisza Dobi Oktatási Intézmény, azóta bázis iskolája a Magyar Vörös Keresztnek. Évek óta komoly ifjúsági munka folyik az intézményben, a Vörös Kereszt segítségével, az egészség és az életvédelme érdekében, közölte az iskola vezetője. A megyei elsősegélynyújtó és csecsemő és kisgyermekgondozási versenynek is a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola biztosított idén helyszínt. Az iskola éves munkatervében is benne van az egészségnap, mint program, tehát egy külön tanítás nélküli munkanapot is szánunk minden évben arra, hogy az egészséges életmód, egészséges táplálkozás, elsősegélynyújtás, az életvédelme az még nagyobb szerepet kapjon, és ekkor a gyerekek a tanítási órák helyett a különböző játékos, de ugyanakkor nagyon komoly feladatokkal igyekeznek bizonyítani, hogy mit tudnak, illetve hát arról is meggyőződnek, hogy mit kell még tanulniuk azért, hogy valóban elkötelezett emberek legyenek, és ha egy bajba jutott ember látnak, akkor ne legyenek közömbösek.
Az idei megmérettetésre 180 diákot vertek a megye különböző intézményeiből. A versenyzők 10 állomáson különböző feladatokat kaptak. Ezeken a pontokon szakemberek és önkéntesek segítették a verseny lebonyolítását. Május 8-a a Magyar Vöröskereszt világnapja, a karitatív szervezet svájci alapítójának születésnapja. Hazánk 1881-ben csatlakozott a humanitárius mozgalomhoz. Ezen a napon megyei ünnepséget szerveznek, ahol elismerik a szervezet munkatársainak és önkénteseinek a munkáját. A Vöröskereszt nem csak egy hivatásos munkatársi csapatból áll, hanem egy nagyon komoly önkéntes csapatból is. Gyakorlatilag a napi munkánk elképzelhetetlen anélkül, hogy külső segítséget ne vonnánk be a feladatok ellátásába. Legyen szó adománygyűjtésről, véradás szervezésről, vagy akár egy szélsőséges esetben egy katasztrófa elhárítási mechanizmusról. A Magyar Vöröskeresztet leginkább a véradások szervezéséről, illetve az adományok gyűjtéséről és továbbításáról ismerik, de a szociális tevékenységük ettől sokkal szélesebb körű. Így például intézményi keretek között segítik a fogyatékkal élőket, és anya otthont is működtetnek, ahol bántalmazott anyákat és gyermekeiket támogatják. Fontos feladatuk még az elsősegélynyújtás ismereteinek terjesztése. Ennek érdekében úgynevezett hősképzést is szerveznek, ahol ingyenesen szakemberektől sajátíthatják el az érdeklődők az újraélesztés menetét. Csütörtökön elkezdődik az elődöntők sorozata a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában. A Nyíregyháza Blue Sharks a két nyert meccsig tartó párharc első felvonásán Veszprémben lép pályára. A másik ágon a MAFC az oroszlánnyal harcol a döntőbe jutásért. Egy lépésre, pontosabban két nyert meccsre került a döntőtől a Nyíregyháza Blue Sharks. A két szárpák a szezonban eddig háromszor találkoztak a Veszprémmel, a HEP kupa döntőjében a csütörtöki ellenfél győzött, a bajnokságban pedig mindkét csapat hozta a hazai meccsét. A nyíregyháziak felkészülése nem volt ideális, mivel a fiatalok az elmúlt hét második felében az U20-as döntőben szerepeltek, többen egyetemi bajnokit játszottak, így a teljes keretnek csak kevés edzést tudott tartani Siska János. A szakember ettől függetlenül bízik a sikeres szereplésben, és azt is elmondta, hogy mivel lehet felülmúlni az alapszakasz győztesét. Mindenképpen kemény védekezéssel, ez egyértelmű, illetve támadásban a letámadó taktikájukat, illetve a pick-and-roll-os csapdájukat kell majd átjátszanunk okosan. Illetve hát nagyon jó kell dobunk kintről, hiszen az alsó poszton nagyon erősek, de remélem, hogy fölül tudunk kerekedni. Busz Iván szerint annak ellenére, hogy háromszor is találkozott egymással a két csapat, még nem fették fel egymás előtt minden kártyájukat. Szerintem szokásos playoff párharc lesz. Igazából teljesen más ez, mint az alapszakasz. Igen, három meccset játszottunk velük, mert a HEP kupa döntőben is velük játszottunk. De azt kell mondjam, hogy még egyszer se játszott úgy egyik csapat se, hogy mind a ketten teljes kerettel voltunk, mert a odavágó még az alapszakaszban másik légiósunk volt, tehát kupa döntőn Geri volt sérült, az utolsó alapszakasz meccsen pedig ők tartalékoltak erősen, úgyhogy igazából az előnyünkre is válhat, mert ők se tudják nagyon, mire számíthatnak tőlünk, szeretnénk oda menni és elvenni egyből pályalőnyt. Tudjuk, hogy mire számíthatunk, ismerjük a védekezésüket, agresszív csapdázós védekezés játszanak a 2-2-k ellen, nagyon sokat erőltetik az alsó posztos játékot, és amit mondtam, mi nekünk fegyverténjünk lehet, hogy nagyon a teljes csapatunk ellen mi nem tudtak felkészülni, ha bár az utolsó alapszakasz meccsen mi teljes csapattal voltunk, de próbáltunk ott is, Janiék felhívtuk a figyelmünket, hogy az esetleges későbbiekre gondolva ne játszunk minden figurát, és ne adjunk ki mindent a taktikai repertoárból, úgyhogy ez lehet szerintem az előnyünk még. A csütörtöki meccset követően vasárnap 18 órakor a Continental Arénában találkozik egymással a két együttes, majd ha szükséges, akkor május 10-én lesz a harmadik mérkőzés Veszprémben. A másik ágon a MAFS és az oroszlány harcol a döntőbe jutásért. Az ökölvívás nem küzdősport, hanem technikai sportág, amelyben nagy szerepe van a taktikának és a stratégiának is, mondta Nyíregyházán Gedő György olimpiai bajnok. A 70. születésnapját közelmúltban ünneplő sportember a Betlen iskolában tartott élménybeszámolót az intézmény diákjainak.
Egyetlen magyar ökölvívóként 4 olimpián vett részt Gedő György, aki 1972-ben Münchenben papírsúlyban aranyérmet szerzett. Emellett 2 Európa-bajnoki elsőség és egy EB bronzérem is szerepel a Vasas korábbi versenyzőjének dicsőség listáján. A 8-szoros magyar bajnok 597 meccséből egy döntetlen mellett mindössze 10-et veszítette el. A 70. születésnapját az elmúlt héten ünneplő sportember 2 éve a szövetség szakfelügyelőjeként dolgozik. Nyíregyházán a Dávid Sportklub meghívásának eleget téve a Betlen iskola diákjainak tartott élménybeszámolót pályafutásáról. Bízom benne, hogy nagyon sok fiatalt sikerül meggyőznöm az ökövó sport szempontjából és az ökövó sport javára, hiszen nem boxról, meg bunyóról beszélünk, a ökölvívásról, és az orsról nagyon nagy különbség. Tehát ezt, ha én tudnám zongorázni, akkor én nem is tudom, talán én lennék a legújabb zeneszerző. De az az igazság, hogy gyerekeket meg kell tanítani a mai felfogásuk mellett az ökövívó sportra, hiszen mi versenysport vagyunk, és én nagyon nem kétszer mondtam el azt, hogy nem küzdősport vagyunk, hanem technikai sport vagyunk, és a technikai sport mellett pedig nagyon hirtelen, hogy is mondjam, csak ilyen feltalálónak kell, hogy legyen az a fiatal, aki felismeri a helyzetét, a helyzet kihasználását meg tudja oldani. És erre rá kell vezetni, rá kell tanítani. Mert ezt, ha valaki nem tanulja meg, mert ezt meg kell tanítani, és nem tudja az edző megmagyarázni neki, akkor baj van. A rendezvényen ott volt Erdély Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke is, aki arról beszélt, hogy elindult egy szakmai program megvalósítása, amelynek célja a sportás sikerességének megalapozása. Most egy átmeneti, remélem, hogy csak átmeneti hullámvölgyben vagyunk. Komoly szakmai stábbal neki kell állni egy új koncepciót kialakítani ahhoz, hogy a magyar ökölvívás ismét a régi fényében ragyoghasson. Erre már megvan a koncepció, most már tényleg már csak a megfelelő embereket kell megtalálni a megfelelő pozíciókra, a megfelelő edzőket, ugye kell az edzőképzés, kellenek akár külföldről behozott élmények, tapasztalatok, vagy akár külföldi edző segítsége is, és akkor én azt gondolom, hogy a magyar ökölvívás 4-5 éven belül ismét felfelé fog lendülni, de addig valószínűleg lesz még egy ilyen átmeneti kis üresedésünk. Van 1-2 tehetségünk, akiket meg kell tartanunk. Ha meg tudjuk őket tartani, ha megfelelő módon tudjuk őket képezni, biztosítjuk azt a bázist, azt a háttérbázist, amire szüksége van egy e-sportolónak ahhoz, hogy nyugodt körülmények között tudjon felkészülni, megfelelő tudományos háttérrel, megfelelő dietetikussal, aki a súlyát állítja be. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan apró nüanszok, amik szükségeltetnek ahhoz, hogy valaki a legjobbat tudja kihozni magából, és a tehetsége megnyilatkoztassék. Az elnök elmondta, hogy a jövő évi tokiói olimpiára a jelenlegi erőviszonyokat figyelembe véve csak bravúrral juthat ki magyar ökölvívó. 4 évvel később Párizsban azonban már több magyar boxoló részvételével számol Erdély Zsolt. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Bűncselekmények szempontjából biztonságosabb volt a 2018-as év a korábbihoz képest Szabolcs megyében. Ez derült ki a megyei rendőrfőkapitányság statisztikájából. Mintegy 20%-kal csökkent ugyanis a regisztrált bűnesetek száma. Egy negatív statisztikája azonban van még a szervezetnek. Országos és helyi szinten is nőtt a személyi sérüléssel járó balesetek száma. 2 vakcinának köszönhetően szinte 100%-os védelmet kapnak a gyerekek a bárányhimlő elleni védőoltással. Szeptembertől ez a védőoltás is kötelező, így egyben térítésmentessé is válik. Magyarországon körülbelül 98%-os az átoltottság. Ennek is köszönhető, hogy más országokkal ellentétben hazánkban nem alakulhat ki kanyarójárvány. A hazai kötelező védőoltási rendszer világszerte is az egyik legjobb. Sokan nem a minőség, hanem a forma és szín alapján választanak napszemüveget, amivel adott esetben többet ártanak, mint amennyit használnak. A megfelelő UV-szűrő nélküli napszemüveg viselésével fennáll a veszélye a makula degeneráció vagy a szürkehályok kialakulásának.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 1-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!